a hétköznapokban is űzi ezt a disznóvágás hagyományát? Nem, ez csak a saját részünkre, és a szüleimnél, bátyámnál, nagynénémnél gyakorlatilag egy 6-8 disznó évente, amit úgy mi leszoktunk magunknak, ugye a családon belül, de úgy másképp nem. Tehát ahhoz képest, hogy nagyon sok család már nem csinálja ez azért. Ugye mi saját magunknak egy kettőt, a szüleim is egy kettőt, és akkor így összejön. És jön a főből lér? Hát nem vagyok én főből lér. A családnál gondoltam. Ja, ott igen, én szoktam szétszedni, meg megpörkölni, meg betölteni, de itt most ugye a Csaba egy kicsit ki lett ezzel váltva, a mi főből lérünk. Uh-huh. Ezzel, hogy ő neki van más dolga itten a szervezésben is. És honnan jött az a reggeli köszöntő? Azt ön találta ki, vagy valahonnan vette? Nagy része igen, saját kitalálmány, aki csapatra, vagy a vadászokra, vagy a egyéb dolgokra, az ilyen köszöntő beszédeket meg innen-onnan kiollózza az ember, hogy jó legyen, és ide illő legyen. Hát most úgy 11 óra magasságában vagyunk, hol tart a disznóvágás? Hát most ott tartunk, hogy kellene tölteni a kolbászt. És mi az oka, hogy nem töltik? Még most gyúrjuk, ja. De ahogy végeztünk, akkor remélem a bél el van készítve, és fogunk neki a töltésnek gyakorlatilag, és utána meg a sütésnek, mert hát itt most már látom, hogy nagyon sok az éhes száj, és a reggelink az elfogyott gyakorlatilag úgy, hogy nekünk éppen a hagymásvér úgy csiszre elég lett. Nem tudom a zsűri, hogy kóstolt vagy. Mi van, zsűri is? Van, persze, itten. Fehér köpenybe járkálnak, úgyhogy van. És mi volt a reggeli, említette a hagymásvér, de szokott sült hús is lenni, nem? Vagy a... Van, a sült hús most készült el, úgy látom, a lányok már most lassan tálalják is, úgyhogy így folyamatosan, ahogy készülnek az étkek, úgy tálaljuk, és úgy lehet venni itten. Kóstoló jegyé. Akkor erről a kolbászról beszélgessünk egy kicsit, illetve a kolbászhúsról. Van benne valami különleges, vagy teljesen hagyományos? Hát a főből lérünk befűszerezte, az ő receptje alapján van. Hát rakott bele sót, paprikát, fokhagymát, meg amit még hát, ő... amit hagyományosan belesz. Azt, hogy milyen arányba, azt ő tudja. Tehát mi csak itten melósok vagyunk. Teljesen hagyományos, mert kézzel van darálva. Tehát teljesen hagyományos, nem villanydarálós, ez teljesen kézi munka lett most. És megkóstolták, vagy megszokták ilyenkor kóstolni? Megszoktuk kóstolni, hát jelenleg még folyamatban van, mert még a gyúrással sem végeztünk, úgyhogy... De szerintem jó lesz. És a hurka? Az is kész? Az még nagyon várat magára, mert az még ugye a hozzávalóknak legtöbb részének meg kell főni. Itt ennél a csapatnál mi lesz az ebéd? Hurka, kolbász? Nem tudom, én most vagyok itt először. A sűthús lesz szerintem, az lesz, ami most 11 óra van, ahogy az előbb tetszett mondani, hát körülbelül a sűthús az most föl, vagy majd most sül, meg tehát az lesz itt az ebéd időben a... A kolbász, hurka, a kolbász az a vége. Tehát a kolbász, a hurka a vége. Ja, ez a hagyomány szerint is így van, hogy az utolsó? Hát igen, mert a hurkának minden része főtt. Azt még most benne van az abában, még meg kell főni neki, azt kiszedjük, egy kicsit hűl, hogy tudjunk vele dolgozni, és majd utána lesz újra ledarálva, és fűszerezve, és betöltve, meg még egyszer, meg abálva, és majd sütve újra. Említette, hogy a Csabát mentesítették a munka alól, hiszen ő a főszervező. Ezért öntől kérdezem meg, hogy kik vannak ebben a csapatban? Baráti társaság? Így van, baráti társaság, egy hát 5-6 család, 7. És akkor ennyi főre főzik az ebédre? Hát többre, amennyi lesz. Tehát itt vannak üstökben, 2 üstöltött káposztát készítünk. Ahogy látom, van egy üstleves, és akkor ameddig az tart. Bugacról érkeztek. Kikből áll ez a csapat? Baráti társaság, ismerősök? Ez pontosan baráti társaság és ismerősök. Van egy fakitermeléses vállalkozásunk, és onnan én vagyok a csapatkapitány, és onnan a saját emberkéjeink, munkásaink, azok vannak itt. Baráti társaság. Ismerősök. Akkor ez egy ilyen csapat összetartó tréning. Így van. Ha voltunk már egy pár ilyen megmérettetésen, ezt mi csak egy bulinak szántuk. Igazából egy-két szó csak esetleg, hogy ez a kis csapat a kalocsai paprikai főzőfesztivált ezt szeptember 20-án megnyerte. Gratulálunk hozzá, az nagyon jó. Ja, hát
De ahhoz is értenek? És ott is disznótorossal? Nem. Ottan sütöttünk, meg egyéb pörkölteket és sülteket főztünk. Egyébként a hétköznapokban is szoktak disznót vágni? Bugacon is? Hétköznapokban? Hát annyi, hogy ebben a családban mindenki levágja évente azt a 2-3 disznóját, és akkor igazából ennyi. De amúgy nem nagyon múlik el úgy hétvége, hogy ne főznék valamit a csapatosan. Ennyire szeretnek együtt lenni? Nem szakmánk ez, szeretünk együtt lenni, szeressük a hasonunkat, szeretünk jókat főzni. Ma mi készül itt? Tehát mit fognak készíteni? Hát igazából ma, mint a többi csapatnak is, egy teljes disznó feldolgozásáról van szó. Az mellett a hagymás vér az már elfogyott. Csúnyán mondva, mi egy picikét csaltunk, hoztunk még egy 3-4 kiló velőt, és az most készül az alapja neki, amiből egy gombás, vargányás velős ragút fogunk csinálni. Ugyanúgy főzzük a levest, csináljuk a töltött káposztát, krumpli szalámi, amiben plusz krumpli, tej, marhahús, ami... Ez valami különleges. Igen, ez egy kicsit savankásabb, mint a többi szalámi kolbász. Nem megszokott, de nagyon finom. Disznósolj, májas mindent. Uh-huh. Az fontos, hogy majd zsűrizni fogják? Nem. Vagy eredmény lesz? Semmi, nem. Ez nézzünk szét, egy nagyon jó idő van, és úgy gondoltuk mi is, hogy az év legutolsó szabadtéri jó buliába jövünk. Egyébként először vannak itt? Mi először vagyunk itt igazából. És jövőre is eljön? Biztos. Ha nem lesz 3 méteres, soha itt leszünk. Hát az első szó hadd legyen a dicséreté. Valami nagyon szép környezetet teremtettek itt a disznótorhoz. Köszönjük szépen. Hát igazából ez nem az én érdemem, hanem a gyülekezet tagjainak az érdeme. Őnekik volt az alapötletük, én meg csak igazából jóvá hagytam, és hát amivel tudok, segítek. Én magam pesti gyerek vagyok, Pestről származva, az egész disznótoros világ nekem egy ilyen kuriózum. Igazából próbálok inkább nem láb alatt lenni, és segítségre lenni a csapatomnak, igaz szerint, és hát ezért is lettem én a marketing igazgató, mint olyan, ezt a titulus ragasztottam magamra ezzel a lendülettel. Aztán majd meglátjuk, hogy fog elsülni az egész vásár része. Nem titkolt célunk ezzel az, hogy ami ebből befolyik összeg, avval a gyülekezetet támogatni, a bócsai evangélikusokat. De nem csak bócsai evangélikusok vannak, hiszen ez egy összefogás. Hát bizonyos szempontból igen. Jelen pillanatban itt ezen a placon a bócsai evangélikusok és családtagjaik vannak jelen, de ugye én Tázdának is vagyok az evangélikus lelkész, hogy ennek a két falunak a közös jövőjét próbáljuk ezzel az eseménnyel is egy kicsit úgy elősegíteni, hogy ne az anyagiakon múljon a hitéletnek a működtetése. És hogyha bejön ez az üzlet, akkor jövőre is természetesen megpróbálom belevágni, csináltunk ilyen nagyon szép kis logót. Nem akarok szerénykedni, de ezt én követtem el. Meg a hurkagyár is öntől származik? Így van. Hurkagyár is az én ötletem volt. Pontosan egészen pontos a homoképp állal a főnököm, mert a Soltvadkerti lelkésszel közösen gondoltuk ezt ki. Én egy kicsit pikánsabb címet találtak, mert volt, hogy lehet, hogy az kicsit túlzás volna, így aztán hurkagyárra finomítottuk a dolgot. Pesti gyerek említette, de gondolom nem először vesz részt disznótorban. Hát olyan túlzásban nem vittem igazából. Hát tavaly már voltam kint, meg volt olyan, hogy ismerősöknél vidéken egyszer-kétszer volt alkalmam részt venni, de összességében a két kezemen meg tudnám számolni a disznótorosaimnak a számát, amin én jelen is voltam. És hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik. Tetszik a hangulat, tetszik, hogy külön hálás vagyok az Istennek, hogy tényleg ilyen szép időt varázsolt nekünk ebbe a novemberi világba. Meg alapvetően Bócsát én ugye nagyon szeretem, jól érzem itt magamat, és tényleg jó látni sok ismerős arcot, sok szépen feldíszített portát. Persze, hogy lehet, hogy a milyenki a legszebb, de a többiek is nagyon ügyesek voltak. Ennek azért örülök. Említette, hogy ugye nem olyan sokszor vett részt disznótoron. Szerintem említsük meg a főböllér nevét, hiszen azért egy ilyen disznóvágáshoz kell, aki ebben segít önnek. Akkor a segítők nevei közül néhány. Hát ugye a Balogh házaspár, Tóth Márta, Balogh Lajos, Kőhegyi házaspár, a Pécka Melindáék, a Tamás vágta a disznót, ha jól csalódom.
kik vették? Itt volt a disznóvágáskor, amikor levágták? Sajnos nem lehettem itt, mert én ma reggel még Baján keltem, egész pontosan Sükösdön. Ott volt egy pedagógus továbbképzés a tázláriaknak, és ott voltam, és hát onnét lóhalálában rohantam ide, hogy nem maradjak le lehetőleg semmiről. Gondolom a reggeliről nem maradt le. Mi volt a reggeli? Lekváros kenyér. Hogy? Hát ez jutott igazából, aztán úgy jött ki a lépés, de nem is bántam, itt legalább a húspótlékot beszedtem. Aztán ez de én itt gondoltam, hogy mi volt a reggeli. Mivel kínálták, mikor megérkezett? Hát mi szemem, szájamnak az ingere végül is minden volt, sőt hús, ugye a hurka az mostanság készül, sőt hús, savanyúság volt minden, szóval igazából a 10 óraimat már letudtam, de még van mit hova fejlődnöm itten sörhasilag, de majd valami kialakul belőle.